Figyelj, Rozi, nem. Nem akadályoztatod a felvételt. És? Hát, én nem is tudom, hogy ez most görbe... Hát görbe nyilván, csak hogy mennyire. Tekintettel a karácsonyi és szilveszteri szezonra... Ez már megy! Tekintettel a karácsonyi és szilveszteri... Nem mondtad, hogy felvétel! Tehát... Pókember. Hipermarketekben kapható pezsgőket hasonlítunk össze vaktesztben. Most engem nézel? Igen, akár. Ebben és... segítségünkre Pókember lesz. Igen, Pókember segítségét kértük, és ő fogja töltögetni nekünk a pezsgőket. Úgyhogy gyakorlatilag Peti és én leszünk versenyben egymással. Pontokat is fogunk adni az italokra, tehát hogy fogalmunk nem lesz arról, hogy éppen mit pontozunk, csak... sejtjük. A verseny tisztaságát semmi nem garantálja. Megpróbálunk addig nem oda nézni, míg kibontja a pesgőt. Nagyon ki van találva ez. Akkor takard, de tudsz becsülettel szemmel takarni? Tehát mostantól nem figyelünk. Válasz, Pókember, és tölts. Nem látok egy basszal. Jaj, halál, mindegy, majd feliratozom. Csak bontsatok ki egy pesgőt, tehát 12 van. Jó, a Pókember barátnője segít kimondani a pezsgőt. Pókasszony. Pókasszony elvitte a szívemet. Ne nézz föl, remélem kutya. Jaj, azt elfelejtettem nektek mondani, úgyhogy közben beszélek, hát ha benne hagyom és hasznos lesz, hogy van alkoholmentes... Mit dumáltok, baszki? Van alkoholmentes, van törlei, van hungária, van BB, és van egy kakuktojás, a Kreinbacher. Mert a BB-k azok nagyjából olyan 1000 forintos árkategóriában vannak, a Kreinbacher az az 5000 forint környéki, és mondjuk egy hungária Rajnai Riesling az 2500, tehát azért elég nagy differencia van. Kinyithatjátok. Igen? Kinyithatjátok a szöveget. És most akkor megvitassuk, vagy csak... Te ne ülelgessed közben. Akadályoz. Menj. Megvan a pulcsi, ami megeszi a kutyaszót. Szólnál a Rozinak, hogy esetleg ne itt legyen? Rozi, mi van itt? Hol a kóla? Kokó? Kóla? Ezt azért megállapíthatjuk ránézésre, hogy... Rozé. Igen. De van BB rozénk, van törlei rozénk, és van... Ja, ennyi. Jó, nézzük. Ez nem a kedvencem. Pókcsávó. Megvitassuk, vagy csak írjuk le? Írjuk le. És adj el egy pontot is, hogy mennyire ízlik, jó? Ne lessél, Péter. Én nem lesek. Nem értem, mi értem. Amúgy ez tök jó, hogy én biztos vagyok legalább az első döntésemben. Nem hallja? Rozi, hol a helyed? Mondjuk nem tudja. Rozi, baszki, ne már! Szintreseled a videóban! Jaj! Na ennek minőségi hangja volt. Legyen. Mit csinálsz, Peti? Smárolunk. Ezért nem lesz kutyád. Nem miért nem nézel egy kutyád? Másik az a lembe? Igen. A hangok vannak a fülembe. Nézi magát a tükörbe. Mehet? Végre. Na jó, figyelj, Rozi, ez, amit csinálsz, hülyeség. Annyira félek, hogy nem ismerjük fel az alkoholmenteseket. Ez nekem amúgy nem ízlik. Nagyon félek, de ez nem ízlik. Én sejtem. Én tudom. Jó, mehet. Menem meg. It's gone. Jaj! Sokkal jobb az illat. Segből van. Jó, hát ez nem édes, az illet. Bebasztam. Tehát, hogy ez bajosz, hogy mi ez? Hát, hogy mi ez? Peskő. Peskő. Én ebben nagyon rossz leszek. Peskő. Peskő. Amit isztok, az peskő. Legyen ez... Legyen ez egy Hungária extra dry. Íz lett? Fura így most így a valami édesebb elő. Ez remélem ez a kölyök alma, mert nekem ez ízló. Biztos, hogy nem. Pókember éppen rosszul van. Na, menjünk tovább. Szembe csúk. Nem? Jó. Hát, jó, hogy látod, ettől fél. Ahogy hozzányúltál és hallotta a hangját, már menek. Nem. Nagyon rossz, most alagútban van a lábam. De nem tudom másra, nem fél el. Túl sok a sirám ebben a videóban. Mindenki rosszul van. Egy sirám. Nekem az előző íz lett. Nem tudom mi volt az, de az jó.
hogyha az volt a bébi száraz, akkor nagyon gáz, mert akkor mostantól kezdve az ízlésem a legolcsóbb. Ebből kérek én is egy pohárra. De ne vár, ez a vízi, ez spoiler! Igen, a TBC-s pókember olcsóbb volt. Milyen szép, áttetsző színe van. Nem látok semmit már. De szorítkozzunk a témára. Szorítkozzunk. Pesgő. Pesgő. Milyen? Finom. Ebben kevesebb a buborék, mint az előzőben, ha ez jelent bármit. Na, már nagyon régen kinyitottuk. Jó. Jó, figyelj, első érzés, nem? Az a lényeg, kész. Haladjunk. Hogy lehet ennyire rögét lenni? Ilyen kicsi szája. Mehet. Na. Lehízzed a pofám, amíg befogom a pofámat. Azt hiszem, ez csak a kölyök. Abszolút. Nagyon finom. És tízes. Tízes, nem? Csak kilenc. Igen, ez tíz. Tíz per tíz. Ez a legjobb. Hol vagy? Jó, semmi, felrobban. Nem látok, nem kapok levegőt, alapból se. Jó étvágyat kívánok. Ez se rozé. Ez valami klasszikus. Kicsit ilyen budjant. Budjant aromája van. Fű, ez bébé lesz. Nem? Ez lesz a bébé. Nem? Vagy tudod mi? Ezt tudod mi is oda? Na mi? Azért nem tetszik, az illata sem, mert ez egy chardonnay. De nem akarlak izé befolyásolni, csak... Benne vagyok. Szerinted hallatszani fog a videóban, hogy a Rozi veszi a levegőt? Abszolút. Mehet? Mikor patt... Fúj! Jézusom! Úgy néz ki, mint a húgy. Ez mi a... Nagyon sárga. Fészkes fene. Jézusom! Ez sör. Retretes! Büdös is, meg ronda is. Hol van a te bízeg, amit kimondtad? Mögöttem! Na! Én mögöttem! Nehogy ettem meg! Tovább! Az arcom! Felénél járunk. Tobi, megvan? Slightly részegek vagyunk. De jó lehet. Takard el a szemed, te is, Rozi. Még ma és következő. Te szerintem ez a fény eddig be volt kapcsolva? Be. Igen? Igen. Miért látom? Én sem szerintem. Be volt. Jaj, nagyon izgalmas. Ugye, Peti? Ez a világ legrandomabb pezsgő Remélem a kedves néző is így volt. Hát még a Rozi. Most nem ez a húgy, hanem ez. Jó. Ó, micsoda gyümölcsös illat. Édes. Édes. De ez ízlik, basszus, akkor lehet, hogy... Elkúrtuk. Akkor lehet, hogy... Nem, én már tudom. Most én cserélek. Én nagyon tudom. De ez nagyon jó, szerintem. Mi van, ha végig rajta van az élesség? Hát az... akkor ezt a részbe fogjuk vágni a videóba. Te nézel? Most igen. Téged nézve. Hello! Annyira szerelmes vagy belém, hogy nem tudsz nem nézni ilyenkor se. Így van. Ez gusztustalan. Tetszel így szőrösen. Te is a Petikát ugyanúgy bestresszelni, mint a Rozi. Nem tudom, elhangzott-e már a videóban a mondat, hogy szeretem a pezsgőt. De figyelj, mi lenne, hogyha a következő résznél csak simán becsüknek a szemünket, és nem takarnánk el fejünket. Igen, az is működhet. Na. Hú, a lábam. Szép áttetsző a szín. Nincs illat. Ez víz. Ez fröccs. Na, megint szopadtok valamivel? Ez vállalhatatlan. Ez nagyon rossz. Ha ez pezsgő, akkor ez már mind nagyon jó. De elég jó minőség. Nem, az föl, nem. Faszt, ez egy fröccs. Nem. Mi ez? Ez egy olyan, mint egy szar fröccs. Régi fröccs. X. X. Ezt nem tudom mit. De most ez tényleg ebből a sorból van?
Lehet, hogy ez egy másik sorból van. Ez egy másik sorból van? Isten, te elpontok. Az... Nagyon fura, nem? Mondtuk, hogy X! Hello! Bornak egyébként nem rossz. Tudsz, hogy nem nyitott ki? Megpróbál. De menni fog? Menni ki. Jó, becsukjuk. Most csukd be és ne nyisd ki, amíg nem szólnak. Velem vagy? Peti, velem vagy? Én már kibontottam az előbb. Itt vagy velem? A játékos a pókember azért. Meg a nője. De nem akarsz kitalálni magadnak valami? Hogy hívták a pókember nőjét? Ez a... Ez a jobb minőségű rózé, nem? Lehet variálni vissza? Persze, hogy lehet. Tényleg? Igen. Imádom, hogy csukott szemmel is lehet inni. Figyelj, pókember, azt néha nézd már, hogy villog-e még a kamera felvevő izéja, mert ha nem, akkor ez azt jelenti, hogy magunknak iszunk. Ha valakit érdekelt volna, hogy milyen a Petivel együtt aludni, ilyen. Ilyen. Ne nyisd ki a szemed! Ne nyisd ki! De arra basztak, hogy esélyt nem áll! Ez gombás. De nálam már csak három hely van, megmondom őszintén. Tényleg. Hát pedig egy kettő három üvegből itt van. Na, ja, jó, négy. Akkor ez valami lófasz. Miért én beszélek az egész videóban rondán, amikor téged tiltott fel a perőre? Lófasz. Valamit, amit nagyon szeretek, még nem írtam fel. Nagyon remélem, hogy még nem volt. Mert ha már volt és rossznak értékeltem, az... Akkor nem lesz videó. Akkor nem lesz videó, igen. Ez a hátulja. Aj, most izgulok. Nem látom, mit a kettőtök ideki. Három, hát... kettő, egy mehet. Csacsérek. Nem kettő. Lehet több rozé! Valami el van baszva. Mi a... Hát... De ez lehetetlen, mert nem volt három rozé. Ez mi az Isten? Mit tudom én, next. Valamit azért mondjatok róla, hogy nem, milyen szőlő, nem. Melyik hegyoldal. Fogalmam, nem tudom. Milyen tőzeg. Hát ez ilyen latin szerbiai. Nincs illata, nem. Nincs illata, szintelen szaktalan. Hát de van színe, az a baj. Aromaz állapotú. Kóstolj egy üvegből. Na. Én úgy csinálom a lefetet. Na. Jó, hogy leteszteled első körbe? Most pedig mindenkivel csukja a szemét, és szeretném felkérni bájos asszisztensemet, hogy nyissa ki a következő évekpeskőt. Hogy belejöttél a végére. Fogy a gin tonic. Márta Stuart. Abdi. Macska. Most már egy türelmetlen vagyok. Meg most nem, meg részeg. Jaj, nem már! Nem ilyen színűnek kell lennie annak, ami még maradt. Ó, és nem is ilyen illatának. Itt a sárga leget. Hát nálam nem ez maradt, úgyhogy nem lehet az. Ezt nagyon elbaltáztuk. Milyen baltáztuk el, de nem dolgozunk együtt. Soha többet. Jó. Én titkom már rég a BB édest várom. Ezt is én kóstolom meg először. Akkor ez jó. Nem biztos. Tudom már szájban ők. Ez hányszor tudnál mondani egy videó alatt? Egyszer se kéne, nem értik. Úr, csak egyre több pezsgő van. Ez. Ez lehet az, amit szeretek. Ti mondjátok el, hogy mi volt az első, és mi pipáljuk, vagy mit tudom én, ne. vagy nem mondjuk el, hát ki írjátok. Hát dehogy nem elmondjuk. Figyeljetek! A tesztnek gyakorlatilag számomra egyetlen tétje volt, hogy a Hungáriákat felismerjem, ez sikerült. Úgyhogy én sikeresnek tekintem a részemről, és... Abszolút nem lehet felismerni, szerintem hasból, azokat a pezsgőket. Bocsi! Nem tudok lekonfot mondani. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, remélhetőleg a videóra majd lesz írva minden olyan információ, amit most mi nem tudtunk nektek elmondani. Várjál! Kussoljatok odakint! Megyünk kicsi gizdi anyátokat!
Így néz ki egy félprofesszionális pezsgő kóstolás. Igyatok pezsgőt az új év alkalmából. Ott a korona! Ki a f***om rakta ide meg a szoba közepére? Ki a f*** rakja ide a pezsgőket? Koronát, add ide a koronát! Én vagyok a pókember, tojást is én lakok.